Az idei télen jóval több csapadékra számíthatunk, mint tavaly a meteorológiai előrejelzések szerint. Ez nem csak a kecskeméti lakosokat, de az önkormányzatot is komoly feladatok elé állítja. Nem érte azonban Kecskemétet felkészületlenül a tél. Sípos László képviselővel és városüzemeltetési tanácsnokkal beszélgetünk itt a kiemelőben a téli feladatokról. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát mindenek előtt azt tisztáznunk kellene, hogy milyen lépéseket kell megtenni egész évben, hogy aztán utána tényleg arról legyen szó, hogy bennünket nem fog meglepni igazából egy hópehely se, meg jég se. Hát meglepni biztos, hogy meglep, ha éjszaka leesik. Igazából már a nyár végén kezdik a felkészülést a következő, az őszi-téli időszakra. Tehát a gépjárműveket természetesen rendbe kell hozni, de ezek a gépjárművek, ami a városüzemeltetésnél működnek, ezek nyáron természetesen munkát végeznek a város egész területén. Le van véve a sószóró és a útoló, és olyankor simán az útkarbantartási munkálatokban segítkeznek ezek az autók. És a kis holder az pedig itt jár a föltéren, folyamatos tisztántartást végez. És hát az őszi időszak, a november, az akkor abban az időpontban van, hogy az összes autót átnézzük, van alvállalkozója a Városüzemeltetési Kft.-nek, a Megaspet Kft., amely rendelkezik autókkal, és a város autóit is egy adott időszakban meg tudjuk egy helyen tekinteni. Tehát akkor van egy bemutatása ezeknek az autóknak, hogy fölkészültek a térre, hogy mink is meg tudjunk róla győződni, hogy minden rendben van. És hát ebben az évben is ugyanígy történt. Jó műszaki állapotban levő autók, tehát legalábbis természetesen nem újabb, de a feladatot úgy látom, hogy tökéletesen elvégző autókról van szó. Na most, amikor először megmutatta magát a tél, az szerintem pont a Katalinokhoz köthető. Hát igen, mi lezsíroztuk, hagyna mondjam, Holle anyóval, hogy jönnek az első hópelyhek, szerintem jól is sikerült, de az önök szempontjából hogyan sikerült az idei szezonban ez a debütálás? Hát én azt gondolom, hogy jól, és mink nem is annyira a hópályáktól tartunk a városban, hanem a lefagyásoktól. Tehát itt a legtöbb beavatkozás nem akkor történik, amikor hó esik, hanem abban az időszakban, amikor nem esik hó. Akkor döngetnek a mínuszok. És... Igen, döngetnek a mínuszok, és bizonyos párás levegő, és azt lehúzza a fagy a talajra, vagyis hát az aszfaltra, és akkor történik a legtöbb probléma, és hát ezért kell nekünk a sózást végigvinni, és hát sajnos maga egy sózás, egy egész várost közlekedési útjait, ahol a tömegközlekedés folyik, meg azokat az intézmények, az közel 30 millió forint. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mikor megyünk ki, mikor tesszük a kollégákat abba a helyzetbe, hogy na most induljanak el és csinálják a feladatot. Hát sok eset volt, mikor én magam is éjszaka kimentem, és vizsgálódtunk, hogy hol van, kell-e beavatkozni, nem kell-e beavatkozni, és hát ezáltal én úgy gondolom, hogy sok esetben 10 milliókat mentettünk meg a város költségvetésének. Na most, amikor beköszönt a tél, és tényleg lefagynak az utak, akkor valami fajta, hát rögtön mindenütt nem lehet egy sószóró, hóeltakarító és minden egyéb, valami fajta prioritást azért ki kell dolgozni, illetve hát valami stratégiai térképet. Önöknél hogy működik mindez? Igen, ez ki van dolgozva, meg vannak határozva, hogy melyik az 1-es, 2-es, 3-as számú úthálózat, amikor a beavatkozást a kollégáknak el kell kezdeni, és ez alapján kezdik el. Általában az 1-es az a tömegközlekedési utak és az intézmények. Tehát ezek a közintézmények, igen, a közintézmények, iskolák. Azt szoktuk legfontosabbnak azt tartjuk, és az szokott megvalósulni, mai nap is az valósult meg. A kerékpárutak a következő,
amely szintén nagyon fontos, és hát utána, ha szükség van rá, akkor a 2-es-3-ast, hát a 3-as az már külterületi utakat jelenti, akkor már komoly hónak, 20 centis hónak kell esni. Ezt is el kell mondani, hogy a törvényben, vagyis hát a helyi rendeletünkben a 20 centi van, de sok esetben ez ettől kisebb hóesésben is, mert sajnos a 20 centi az már akkora, hogy személygépkocsival egyáltalán nem lehet közlekedni, csak terepjáróval. Tehát, hogy hamarabb is kimegyünk, hogyha szükséges, főleg, hogyha fúvások vannak, akkor minden esetben. De most mi újság van a kerékpárutak megtisztításával? Gondolom, ott hatalmas nagy tóeszközökkel nem lehet rámenni egy vékony kis kerékpárútra, de azért vannak olyan bátrak, akik kerékpároznak télen-nyáron, akár esik, akár fúj. Igen, hát a kerékpárutaknál, mint a ma leesett hó, ezek esetekben a sózó kisgépekkel mennek rá, és sózzák a területet. Hát természetesen ez se azonnal, mert hát a sózás akkor váltja ki a megfelelő hatását, hogyha minél többet közlekednek rajta. Uh-huh. De a kerékpárutak nem közlekednek annyit, mint a közlekedési utakon. Hát ezért lényegesen lassabban olvad le. Tehát ha a hőmérséklet plusz fok fölé fog alakulni, akkor leolvad a kerékpárútról. Beszéltünk most már közutakról, beszéltünk a kerékpárutakról, megérkeztünk a gyalogosok által használt járdákra. A járdák tisztántartásával kapcsolatban néhány fontos információ azért hangozzon el. Kinek kell, mikor kell, önök miről gondoskodnak, hogyan gondoskodnak? Igen, hát itt érzem én a legnagyobb problémát, mert itt már másoknak is be kellene a folyamatba lépniük, és hát Igen, aktívan is gondolom. Igen, tehát maga a rendeletünk úgy van, hogy minden egyes lakóingatlan, ahol járda van az épület környezetében, azt a tulajdonosnak kötelessége eltisztítani, letakarítani. Közintézményeknél a város végzi ezt a tisztítást, meg olyan utakon, ahol nem érintkezik lakóingatlanokkal. Tehát itt például a város központ. Igen, a belváros területén azt a városnak a feladata. De ez nagyon sok esetben érzékeljük, hogy ezt kevésbé veszik figyelembe, és hát Sok a ilyen téren levő telefon, amire csak azt kell mondanunk, hogy először ott próbálják ők megoldani, mert nem a város feladata. Tehát, hogy igen, viszont, hogyha valaki megsérül, igen, akkor viszont a lakóingatlan tulajdonosát terheli ez a dolog, hogyha talpig gizben lesz az úriember, igen, akire rászakad a tetőről úgy a hó, van, és vagy elcsúszik a járdán. Tehát itt ez egy közös felelősség a lakóknak is, vagyis hát a lakóközösségeknek is ugyanolyan felelőssége van, mint a városnak, hogy ezt közösen kell megcsinálni. A városüzemeltetés, a buszmegállókat, a járdákat, ahol gyalogátkelő helyek vannak, azoknak a megtisztítását folyamatosan végzi. Tehát ezt, ami a mi feladatunk, az biztos, hogy ki van adva, és el van kezdve, és be is van fejezve. Az biztos, hogy figyelnünk kell egymásra. Na most a városközpontban lévő sózásról mennyire, szeretnék kérdezni, mennyire környezetbarát ez a sózás? Mert ugye annak idején volt olyan, hogy de sózzunk. Hát igen, de akkor teljesen összetörjük magunkat, könyörgöm. Igen, most mi újság van ezzel kapcsolatban? Igen, itt tényleg a városházán mink is sokszor foglalkoztunk ezzel a dologgal, hogy igen vagy ne, vagy milyen módon sózzunk. És hát csak az derült ki, hogy ha még ez ártalmas is az úttestre, de akkor is a síkosságmentesítés véget szükséges. Már egy-egy balesetnél, amelynél mondjuk nem az út, vagyis nem a személygépkocsi vagy a tehergépkocsi a hibás, hanem maga az útviszonyok. Ott nehéz azt mondani, hogy na most nem sóztuk, és hát ez történt. Tehát inkább itt azt választotta a város, hogy igenis az utakat azt folyamatosan karba kell tartani, meg kell sózni. Hát ezeknél a járdáknál ott viszont vannak ezek a problémák, hogy igenis a lakóknak ugyanúgy kötelezettsége az, hogy részt vegyenek, sózzák, tisztítsák az utakat. Hát itt a két fajta
sót használunk. A főtérre egyértelműleg, mivel látszik, már nagyon régóta van ez a főterünk. A burkolata piszkos, az való igaz, de viszont itt olyan sót alkalmazunk, ami környezetbarát, amit ide kell, hogy használjunk. Természetesen a többi útnál már útsót használjuk. Hát remélem, hogy épségben és egészségben túlvészeljük ezt a telet, bár még nincs vége, de az biztos, hogy vigyáznunk kell egymásra. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen.